Ezt a videót eredetileg Instagramra terveztem, mert hogy ott indítottam el múlt héten a Portugál Péntek sorozatot. Nem múlt héten kezdtem el először portugál infókat megosztani, mert hogy korábban is voltak már brazil-magyar képregényfordításaim, illetve néha azért szórok ki mindenféle Portugáliával vagy a portugál nyelvvel kapcsolatos infókat, ha már egyszer pár évig ott éltem, legalább legyen valami haszna. Múlt héten ezt a sorozatot egy kvízzel kezdtem, a lényeg az volt, hogy mindig megadtam egy állatnevet portugálul, és ki kellett találni, hogy ez vajon melyik állatot takarja. Úgy építettem fel, hogy az eleje könnyű legyen, aztán egyre-egyre nehezedett, és a vége az engem is meglepett. Ami viszont még meglepett, hogy több mint 250-en végig is játszottátok a kvízt, tehát nem az volt, hogy rákattintottatok az elsőre, aztán mentetek inkább tovább, hanem tényleg gyötörtétek. Nézzük ennek az eredményeit néhány kommentel. Az első a kobra volt, amit nagyon nehéz kitalálni, hogy a kígyót jelenti. Ezt 228-an el is találtátok, bár 13 ember a zebrára kattintott, nem tudom, hogy mi járt a fejében. A következő sem volt túl nehéz, a makaku, vagyis a majom. Hát itt már csak 3-an kattintottak a zsiráfra és 12-en a gyíkra, úgyhogy szerintem fejlődő tendenciát mutatunk. Egészen a következő kérdésig, amikor az urzu jött szóba, ami a medvét takarja. Itt már lehet, hogy nem baj, ha az embernek van valami más latin nyelvhez kötődése, ugye az olasz orso, a francia, ez nem biztos, hogy jól ejtem ki, az urs, vagy valami ilyesmi, vagy a spanyol oszó is nagyon-nagyon hasonlít a portugál urszura, tehát ebből azért össze lehetett rakni. Azért 169-en eltaláltátok, ami egy szuper jó eredmény. Hát a lobu, a farkas, az már csak 132 embernek ment. Mondjuk nem tudom, hogy aki a rinocéroszt vagy a macskát x-elte, az mire gondol, de azért a farkas sokan eltaláltátok. Itt is azért fel lehet ismerni a latin gyökereket, a lupus, a farkas. Nyilván, ahogy a latinban, meg az új latin nyelvekben, itt is a végződéstől függ, hogy milyen nemű állatról van szó. Ugye a latinban a lupus az a hímfarkas, a lupa, az meg, ha jól tudom, a prostituáltaknak volt a beceneve, de a nőstény farkast jelenti alapesetben. Egyébként ezzel kapcsolatban van egy tök jó sztorim, hogy volt egy versenyegerem, egy gerbilem Portugáliában az irodámban, és nőstény volt, úgyhogy arra gondoltam, nagyon keveset tudtam még akkor portugálul, arra gondoltam, hogy mivel az egér az hátú, ezért ez egy lány egér, legyen a neve háta. A kollégáim ezt annyira nem osztották, vagy legalábbis figyelmeztettek arra, hogy azért túl hangosan ne nagyon hívjam az egeremet, mert hogy a háta az a portugál slangben a női nemi szervre utal, úgyhogy Rita, vagy Rita lett az egérnek a neve. És végül az utolsó állatnév, amit ki kellett találni, az sokatoknak ismerős lehet, és igazság szerint ez az, amit a legtöbben elrontottatok. 166-an a bagolyra tippeltetek, holott a coelho az nyulat jelent. Igen, nem úgy mondják, hogy coelho, hanem úgy, hogy coelho. Szóval ez a nyúl. Úgy tervezem, hogy ma is kirakok egy ilyen gyors quizt Instagramra, aztán majd jövő héten megnézzük az értékelést. Viszont tegnap, mivel közelgett a mai portugál péntek, arra kértelek titeket, hogy tegyetek fel kérdéseket, amire ebben a videóban tudok válaszolni. Hát 2 érkezett, de erre a 2-re nagyon szívesen válaszolok. Bauka 440 kérdezi, hogy a portugál nyelv melyikre, mire hasonlít a leginkább. Hát mivel egy új latin nyelvről van szó, ezért nyelvtanilag szókincsében nagyon-nagyon hasonlít a többi új latin nyelvhez. Nem azt mondom, hogyha beszélsz franciául, akkor tökéletesen megérted a portugált, főleg, hogyha beszélik. Viszont írásban azért nagyon jól fel lehet fedezni a különböző szavakat. Az embernek el kell egy kicsit eresztenie a fantáziáját és kreatívabban állni a szöveghez, de szerintem nagyon sok mindent fel fog ismerni, legalább azt érteni fogja, hogy nagyjából miről szól a szöveg. Kiejtésben viszont már egészen trükkös tud lenni, itt persze kérdés az, hogy a valamelyik brazil dialektusról vagy az európai portugálról beszélünk-e, mert szerintem ég és föld a különbség a kettő között. Mutatok nektek egy portugál szöveget, hogy hangzik.
Egyébként a portugál ismerőseim ki vannak akadva attól, amikor azt hallják, hogy külföldiek az oroszhoz, vagy valamilyen szláv nyelvhez hasonlítják a portugált hangzás alapján, az európai portugált, nem a brazil portugált, ezt azért gyorsan hozzáteszem. Hát itt van az egyik podcast, amit hallgatni szoktam, a 90 Segundos de Ciência, tehát a 90 másodperc tudomány, ami a portugál közrádiónak az egyik műsora, 90 másodpercben kihitte volna, összefoglalnak tudományos eredményeket. Hát hallgassátok, nagyjából így hangzik a portugál, ez a legújabb adás. O meu nome é Raquel Sebastião, eu sou investigadora no Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática da Universidade de Aveiro e trabalho na área de análise de sinais fisiológicos. Hát nem tudom, hogy ítélitek meg, szerintem egy új latin nyelvhez képest nagyon alacsony a magánhangzóknak az aránya. Egyébként bemutatkozott Raquel Sebastiánnak hívják, és az Aveirói Egyetem villamos mérnöki és informatikai karának kutatója, ha jól emlékszem, és valami élettani jelekkel foglalkozik, így elsőre ennyit vágtam le belőle, majd meg fogom hallgatni az egész adást. Egyébként a cím alapján arról szól, hogy a füst tűzoltókra gyakorolt élettani hatásait mérik. Izgalmas lehet. De akkor lépjünk a következő, egyben utolsó kérdésre, amit Mátyás király tett fel, hogy vállalnám-e a zászló vexillológiai ismertetését. Gyorsan meg is írtam neki, hogy a vexillológia volt hetedikben a kedvenc kifejezésem, amikor történelemből a történelmi segédtudományokat tanultuk, mert hogy ez tök jól hangzik, a vexillológia egyébként zászlótant jelent, a heraldikával együtt tanultuk, ami szintén ilyen becenévnek hangzik, ez meg a címertant jelöli. Hát tekintve, hogy nem értek hozzá, ezért alapból azt mondanám, hogy nem vállalom a vexillológiai ismertetést, de mivel az interneten vagyunk, ezért természetesen vágjunk bele. Ha megnézitek a portugál zászlót, akkor látható, hogy nagyon elüt a szokványos zászlóktól, és amikor portugál ismerőseimmel beszéltem magáról a zászlóról, és mondtam, hogy mennyire tetszik nekem az, hogy ennyire egyedi, akkor legnagyobb meglepődésemre nem az volt az első reakciójuk, hogy igen, büszke vagyok rá, hogy ez a zászlónk, hanem nagyon sokan azt mondták, hogy igen, ők annyira nem szeretik a zászlót, sokkal jobban tetszett nekik a fehér-kék színű zászló, és hogy különben is hogy néz már ki, meg minden féle zászlótani szabályt felrúg, úgyhogy egy idő után ezt nem vetettem fel. Az biztos, hogy nem lettem volna portugál óvodás, amikor valami nemzeti ünnepre zászlókat kellett rajzolni. Nekem már azzal is meggyúlt a bajom, amikor a piros-fehér-zöld sávokat fel kellett rajzolni, sőt, csak a pirosat meg a zöldet, mert hogy fehér volt a lap. Ennyit a rajzkészségemről. A portugál gyerekek sorsát csak átérezni tudom, hogy milyen lehet ilyenkor. Na de visszatérve a zászlóra, hogy milyen szabályoknak is mond ellent, hát amennyire emlékszem meg most egy kicsit utána néztem, hogy a vexillológiában van egy ilyen alapszabály, hogy színek nem kerülhetnek színek mellé, ami elsőre elég hülyén hangzik, tekintve, hogy a piros meg a zöld a szín, akkor hogy ne kerülhetne egymás mellé. Hát úgy, hogy a fehér és a sárga az viszont nem színnek, hanem fémnek számít, mert hogy a sárga az aranyat, a fehér pedig az ezüstöt jelképezi, és a magyar zászló az például tök korrekt módon nem egymás mellé rakja két színt, a pirosat meg a zöldet, hanem elosztja egy fémmel. Tehát van a piros és a zöld, amelyek színek, köztük pedig van egy fém, ami a fehér, úgyhogy a magyar zászló ennek megfelel, a portugál zászló pedig nem. De egyébként egyéb problémák is vannak vele állítólag, ebbe én nagyon mélyen nem tudok belemenni, viszont az egyik kedvenc podcastem, a 99% Invisible, egy egész adást szentelt annak, hogy hogyan épülnek fel a zászlók, és mi mindenre érdemes figyelni zászlótervezéskor. Ezt be fogom rakni a videó alá, és amikor kerestem a linket hozzá, akkor megtaláltam, hogy Roman Mars, aki ezt a podcastet csinálja, egy TED előadást is tartott erről, ahol képekkel együtt mutatja végig az egészet. Szerintem ez, ha lehet, még jobb, mint maga a podcast adást végighallgatni, úgyhogy annak a linkjét is berakom, nézzétek meg, és tanuljatok sokat a vexillológiáról.
De ha valakit mégis kifejezetten a portugál zászló, a Bandeira Portuguesa vagy a Bandeira de Portugal érdekelne jobban, illetve annak a története, akkor egy Wikipedia szócikket berakok, és nézzétek, olvassátok, az angol egész részletes, a magyar az nem annyira, de természetesen a portugál nyelvű a legrészletesebb ezek közül. No, jövő héten megint lesz portugál péntek, ha van kérdésetek, tegyétek fel, lájkoljátok a videót, ha tetszett, ha várjátok a következőt, iratkozzatok fel a csatornára, meg nem tudom, mit szoktam még elmondani, de most megyek ki a birtokra, mert iszonyatosan jó idő van, rengeteg munka van odakin, és ott legalább nem érintkezem senkivel, senkihez nem tudok közel menni. Vigyázzatok ti is magatokra. Ja igen. Sziasztok!